Idén is a Lógjunk Együtt Anyuval csoport produkciója nyitotta meg a Józsa András Kórház egyik nagyszabású rendezvényét. A várandóság hete hagyományteremtő célú, az egész országra szeretnék kiterjeszteni. Az esemény célja, hogy a kismamák megismerjék az előttük álló feladatokat, valamint az egyre családbarátabb egészségügyi intézményt. Jelen pillanatban a családbarát szülészeti ellátás kapcsán sikerült ugye állami forrásból és állami támogatásból 530 millió forintot elnyerni. Ezt szeretnénk most a három szülészeti, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakhoz tartozik, a Nyíregyházi telephelye, Mátészalk és a Fehérgyarmati telepén, ahol szülészeti osztályok vannak. Itt szeretnénk ezt a fejlesztési csomagot megvalósítani. Terveink már készen vannak, gyakorlatilag most van ugye a szerződéskötés, közbeszerzések, egyebek, tehát van itt egy nagyon komoly adminisztrációs és hivatali teendő is. Az ország egyik legnagyobb szülészszámú és dolgozói létszámú egészségügyi intézménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórháza Kis Egyetemi Oktatókórház. A szülészeti osztályon 90 ágy várja a kismamákat, köztük olyan roaming in kórtermek, ahol az anyuka együtt lehet az újszülött gyermekével. Jelenleg több százan dolgoznak a szülészeti osztályon, köztük 130 szülésznő. Éves szinten az országban a legtöbb szülés az itt zajlik, a legutoljára 3503 szülés zajlott le itt ebbe, és az összes többi kórházat is belevéve 5000 szülés zajlik az összesen a megyei kórház keretein belül. Én úgy gondolom, hogy a szülészetünk egy nagy fejlődésen ment, megy és fog keresztül menni, ennek egy részesei vagy egy állomásán állunk most jelenleg. Én úgy gondolom, hogy elértünk egy olyan szintet a biztonságban, a megfelelő szülésben, a különböző mutatóknak, amit szokták nézni egy szülészeten annak a vonatkozásában, hogy most már nekünk ki kell nyitni jobban nem csak a szülőszónak az ajtaját, hanem a lehetőségeket, az alternatívákat, a szülésznők vagy szülőnők, a várandósoknak az igényei szerinti ellátásban. A várandóság hete pénteken szakmai továbbképzéssel, érzékenyítéssel, szaktanácsadással és más kísérő programokkal folytatódik.